mennyi föld kell eltakarni 25 ezer halottat? Nem volt gyertya, virág, imádság fölöttük, a mécses a távoli kedvesek szemében égett, végtelen imádság lett az életük. Katiny földjén a vers címe, amelyel Oberfrank Pál tolmácsolásában osztoztak a részvét és az emlékezés soha ki nem húnyó érzésében a harmadik kerületi katinyi mártirok terén összegyűlők. Magyarország, Budapest volt az első, amely emléket állított azoknak az áldozatoknak, akiket 1940 tavaszán végeztek ki a katinyi erdőben. A katiny szó a lengyelek számára nagyon különleges szó. A nemzeti trauma jut róla eszünkbe, és ezt az asszociációt még megerősíti az a körülmény, hogy ebben a szóban benne foglaltatik egy másik szó, a kat, ami hóhírt jelent. A lengyelországi kegyetlen vérengzést a nyugati hatalmak évtizedekig nem ítélték el, a szovjet uralom alatt élő kelet-európai országokban pedig a hely neve is tiltólistán volt. A II. Világháború egyik legtragikusabb eseményére, a katinyi tömegmészárlásra, illetve a mártírokra emlékezők, köztük Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, a kerület országgyűlési képviselője és Búzs Balázs polgármester, valamint az országos és kerületi lengyel és más kisebbségek képviselői a rendezvényt követően megkoszorúzták a III. Kerületi emlékhelyen álló szobrot. Épül a nyúlgát. Gudor István tűzoltó alezredes azt mutatja, hogyan kell szakszerűen megépíteni. Ez egy felmenő rendszerű versenysorozat, ezt minden évben megrendezésre kerül. Mi a helyi szintű versenyt rendezzük. A helyi szintű versenyből az első helyezett csapatok kerülnek be a megyei vagy a fővárosi versenyre, és a fővárosiak pedig kerülnek az országos versenyre. Az első helyezettek ott mérik össze megyénként már a tudásukat. A célja az, hogy a gyerekeket egy picikét megismertessük azokkal a katasztrófa helyzetben szükséges magatartási szabályokkal, amelyekkel ők is találkozhatnak természetesen játékos formában. Ennél az állomásnál például a szakszerű elsősegélynyújtást kellett bemutatniuk a diákoknak. Mi az elsősegélyállomást biztosítottuk a rendezvényen. Volt egy elméleti tesztjük, egy 10 kérdéses elméleti teszt, illetve egy szituáció, amit gyakorlati szinten kellett megoldaniuk. A katasztrófa védelmi ifjúsági vetélkedőt a társszervek mellett az Óbudai Önkormányzat is támogatta. Az idei versenyre a szervezők több újítással is készültek. Próbált a katasztrófa védelmi egy kicsit átalakítani valóban az élethelyzetekre. Korábban volt bizonyos ilyen rádiós ügyességi verseny, meg ilyen tereptájékozódás, meg ilyenek, tehát ilyen dolgokat például elhagytunk belőle, és mondom, inkább az élethez próbáltuk igazítani ezeket a feladatokat. A legjobban teljesítő csapatok tárgynyereménnyel és egy életre szóló élménnyel gazdagodtak. Szemem át indulsz, hogy csinálj egy állomás, a 13 óra 10 perc körül az elsőben jön. A feladatok 70 éve szinte változatlanok, mint ahogy a gyermekvasutasok lelkesedése is. A Széchenyi-hegyi gyermekvasúton a kezdetektől mindent ők maguk csinálnak. A gyerekek irányítják a forgalmat, kezelik a váltókat, vagy éppen lyukasztják a jegyeket. Európában több helyszínen is működnek olyan vasutak, ahol gyermekek látják el a szolgálatot. A miénknek az a különlegessége, hogy itt egész évben van forgalom, illetve sokkal nagyobb járművekkel végzik azt a munkát, amit mondjuk egy németországi kisvasúton, egy parkvasútban végeznek ugyanígy gyerekek. A Széchenyi-hegy tetején boldog gyermekek és felnőttek ezrei ünnepelték Európa 3. gyermekvasútjának és gyermekköztársaságának felavatását. A Széchenyi-hegy és Hűvösföldi állomás között közlekedő keskeny nyomtávú kisvasút első szakaszát 1948-ban, vagyis éppen 70 éve adták át. Az utána következő évben a vonalat a Szépjuhászné-ig meghosszabbították, a mai pályához pedig 1950-re alakult ki. Az elmúlt 70 évben több tízezren voltak úttörő vagy gyerekvasutasok, közülük sokan később is a vasúti szakmát választották. A Széchenyi-hegyi gyermekvasút 2015-ben bekerült a Guinness rekordok könyvébe is, mint a világ leghosszabb olyan vasútvonala, amelyen a forgalmi és kereskedelmi szolgálatot is gyerekek látják el. We'll be right back.